Ez a próba. Hogy megy most ez a próba, és most már kezd véget érni. Igen. És mindjárt bemutatjuk, mert egy előbemutatónk van. Most szombat, vasárnap, és 5-én meg. Az már bemutató. Az már tulajdonképpen az akkor lesz 20 éves az RS9. Tehát ilyen módon. Ez így is volt kitalálva, hogy hát, paprikás krumplit. Nem. Ez tök véletlenül jött ki. Hát az, hogy paprikás krumplit egyenek 20 év múlva az RS-ben, az már lehet, hogy már 20 lehet év előtt. Lehet majd paprikás krumplit enni az RS. Hú, kikotyogtam. Most már gyere is ki belőle. Jajajajajaj. Gyere is ki belőle. Lehet, hogy nem lesz savanyú. Nem, hát az a címe a darabnak, hogy Albert Einstein paprikás krumpli, ez olyan, mint az újházi tyúkleves. Szóval ez egy... Még nem maradt, de majd megtanuljuk. Hát az hát a lehetséges, hogy utána majd kérik a receptet, ha bár tulajdonképpen Csúlya Imreinek a receptje szerint főzzük, miután ő főzi. De ez közben az előadás alatt lesz. Úgy bizony, sőt, még a hagymát a is akkor termesszük. Benne van? Nem, komolyan. Aha. Hagymát, úgyhogy nem kell smokingba jönni, vagy valami, nem tudom. Semmi, elegáns. Nem azért, mert a hagymaszag egy picit azért érződik, de nem vészes. Mert van 3-4 ember, aki fújja szívják. Annyit mondhatjuk azért, hogy igen, a darabban, mert ez a Szilárdot az érdekelte, tehát ez nem a hivatalos Einstein, hanem tulajdonképpen az ő háttér élete, a család élete, egy fiktív történet, az első feleségével tulajdonképpen az élete, Einstein élete fontosabb fordulópontja is benne vannak, és 3 gyerek van a színpadon, és mindenféle furcsaságok, de egy családi történet, tehát a nagy ember papucsban, és ugye Csúlya Imre a felesége, tehát vannak ilyen relativitási dolgok, az és ő főz, ahol is ő főz. Úgyhogy ő őt játszik, tehát Péter igazította a helyet, Imike is igazít. Jó, de hogyha ha ő játsza a feleséget, tehát Csúlya Imre játsza a feleséget, akkor ez egy kicsit olyan üzenet nekünk is, hogy akárki lehet tulajdonképpen a maga módján ebbe a paprukás rumpszi. Hát azért jobb, hogyha az asszony, illetve a jó szakácsok a férfiak. Igen, már én hallottam most a közszolgálati televízióban, hogy műsorvezető, aki azt mondta, hogy a nőknek van a konyhában a helye, bár én egyetértek. Hát igen, csak bizonyos, már lehet, hogy a mosogatással. Vagy nem te. De magában a darabban van még más furcsa dolog is, mert egyik gyerek halott, de mégis beszél. Az egyik fiú lány. Szóval azért mondom, hogy kicsit megvan. És maga a szerző írta le, hogy az a Mileva, tehát az én feleségem, az egy eléggé férfias kinézésű, és mit tudom én, természetű az, hogy amire odaírta a Podmanicki, hogy akár játszhatja férfi is, tehát ennek ezt a szálat bogoztuk ki annyira, hogy az, és azt tekerjük, hogy... Mennyire, ugye azt mondta Erzső az előbb, hogy ugye mindenben benne van a politika, de ebben mennyire van benne, nem is azt mondanám a politika, hanem a hétköznapjaink, mert hogy az RS9 azért jellemző volt, hogy valahol mindig olyan nagyon valóságos volt. Tehát még a mesejátékok is, mert volt az is. Tehát az is olyan nagyon valós volt. Mert ha van paprikás rúpja, amit ott főznek, akkor az nem politikai probléma. Az nem, mert meg lehet enni bárkinek. Vagy gülbaba. Gülbaba vagy rózsa. Szóval mennyire hát én szerintem az első mondaton kívül nincs. Igen. Már nem? Meg nem tudom, mert nincs. Szerintem most már nem tudom. Inkább a 20. Majd. Század, tehát nem a 21., tehát most 2010-et írunk. Tehát ha valamilyen módon azért Einstein akárhonnan nézzük, hát mondjuk úgy 19. vagy 18. századból nehéz nézni, de a 20. századig egyik legnagyobb gondolkodó, valamit, amit létrehozott, úgy személyiségben, tehát egy nagy médiasztár volt, celeb, nagy különc, és hát azért akárhonnan nézzük, ez az E=MC² négyzet, ez ennél nagyobbat azóta, lehet, hogy nem értek annyira dolgot, de azóta nem nagyon találtak föl, sőt, hát Einsteint az atombomba atyának nevezték el, mert hogy ebből a képletből jöttek rá a
fasori gimnazisták, a Tellerede, meg a Szilárd Leó, ezek kifejlesztették az atombombát, és ezért is az Einsteint az atombomba atyának hívják, mert ha ez nem lenne, jó, akkor föltalálta volna más, de 20 évvel később, ami azért elég lényeges dolog, mondjuk egy második világháború utolsó részeiben, hogy valaki mikor csinál atombombát, esetleg a világot meg tudja változtatni. Olyan, hogy kibicnek könnyű azt mondani, hogy én már olyan sajátjának érzem, pedig nem jó ilyen bemutató előtt mondani, ugye? De én most nem jövő ilyen, ráírja, hogy teljesen, mint a kézziák. Nem, vagy ez a más. Szerep találja meg ilyenkor az embert, vagy úgy magából is, tehát... Most, hogyha azt mondom, hogy ez nem is biztos, hogy így szerep. Szóval ez nem a hagyományos kőszínházi dolog, hogy 6 héttel előtte olvasópróba, utána visszaolvasópróba, akkor rendelkezünk, akkor még tovább megyünk, akkor főpróba hét. Uh-huh. Vagy mit tudom én, itt nagyon például Csúlya Imre, aki most nincs itt éppen azért, mert játszik, vagy a többiek különböző módon, hogy itt mi akkor próbálunk, amikor ráérünk. Igen, de egy dolog van, Péter, azért mondjam, hogy ugye ez az egész Podmanickival együttműködés, ez úgy volt, hogy Péter jól ismert, őt egyszer a Godóba leültünk egy nyári napon is, hogy na mit már is a kávéház. Az első darab előtt. És mind a két darab, amit a színházgónak írt a Szilárd, és majdnem azonos szereposztás, két szereplő más itt, mint az elsőben, az ő agyában azért ott volt a Péter, legelsősorban is aztán az Imre, amikor bekerült. Tehát azért nyilván nem véletlenek ahhoz, az egyik egy ilyen Beckett, Vladimir Esztragon figurát játsztak ők együtt, most meg, hogy egy Einstein, Szilárdnak mondjuk nagy embere is az Einstein gondolkodásilag, mondja ő, de ez nyilván nem véletlen, azért valahogy neki ott belül vizualitár, meg egyáltalán, hogy ilyen figura jött ki belőle. Hát a legnagyobb kockázat az, hogy egy darabot mindenki tud írni. Szóval egy regény bármelyikünk megír, a második a nehéz. Tehát akkor ez most meg fog méretődni, hogy egy ilyen jeles napon, ahol 20 éves az Ereskrenc. Szóval... És azért mondom, hogy most, hogy és egyáltalán, hogy fogadják a nézők. Szóval ezt a második Podmanicki darabot. Picit zenés is. De hogy az mit jelent, hogy hát például, hogy fölkeltsem az érdeklődést. Dudorásznak, hogy hát magam közben. Hát csak úgy mellékesen benne van az Avatar is. Vagy annak egy része. Ó, mindez sikerül odavarázsolni a kis pincébe. Avatárt a legkönnyebben, az csak szemüveg kérdés. Azt hittem, hogy erre a kis fülekre gondolunk, de az biztos, hogy mindenkinek legyen szeme, füle, lelke, és akkor menjen el. És jöjjenek. Mikor? Mondjuk el. Ugye szombat, vasárnap, most 27-28 van a főpróba előbemutató, nyilván is előbemutató, és 5-én március, ezek délután 3-kor, és 5-én március pénteken, akkor este 7 óra a bemutató. Késfélet nem kell vinni? Hogy? Kést, villát? Ne, hát azért annyira nem rajta. Annyira nem. De mindenki önmagát vigye. Azt vigye. És úgy méretődjön meg olyan szépen, mint ez a 20 év. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket. Köszönjük szépen. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzom, tartsanak velünk holnap is a viszontlátásra.